Ez a két darab belépő a Lárpú Lárt tatabányai előadására szól, amely akár az önöké lehet, ha ma velünk játszanak. Ajánlunk végén egy kérdést láthatnak, amelyre a helyesen válaszolnak, akár élőben is találkozhatnak, az abszurd humorral, nyelvi fordulatokkal és igazán eredeti ötletekkel megáldott társulattagjaival játszanak velünk. Ismét tatabányára érkezik a Magyar Abszurd Humort játszó társulat egyetlen képviselője, a Lárpú Lárt. A három testőr és a Yeti, vagy a Rigoletto, vagy a Rotterdami Toronyőr című népszerű előadásaik után ezúttal a Csirkebefő című összeállításukkal lépnek a Közművelődés Háza színpadára. Ismert jelenetekkel szórakoztatják majd a közönséget 23-án, pénteken 19 órától. Tavaszi művészeti fesztivált rendez az Erkel Ferenc Zeneiskola április 24-től 30-áig. A fesztivál előzetes programjaként április 18-án vasárnap Ránki Dezső és Klukon Edit Zongora művész házaspár koncertjét élvezhetik a zenekedvelők. A fesztivál további programjairól jövő heti ajánlónkban számolunk be. A Benko Dixieland Band koncertezik a Jászai Mari Színház Népház színpadán 23-án pénteken 19 órától, 17-én szombaton este 7 órától az Én és a Kisöcsém című zenés bohozatot, 19-én hétfőn 19 órától és másnap 15 órától az Ármány és Szerelem, míg 23-án pénteken szintén este 7 órától a Nézőművészeti Főiskola című darabot mutatják be a színházban. Az előadásokon kívül kiállítást is rendeznek az intézményben. Fotókon mutatják be a 40 éves Bányász színpad eddigi tevékenységét, életét. A megnyitót a jubileumi előadás előtt egy órával, azaz április 17-én szombaton 18 órától tartják. Az Európai Uniós csatlakozás közelettével Európa napot tartanak a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthonban. Úgy állítottuk, komponáltuk össze a napot, hogy a mi kerületi önkormányzati képviselőnk László György úr nyitja meg, viszont köszöntőt Németh Ferenc külügyi tanácsnok mond, és azzal a felkéréssel fordultunk hozzá, hogy Tatabánya és az Európai Unió címmel egy kis rövid köszöntőben tájékoztasson bennünket, milyen lehetőségei lesznek a városnak, és ezt követi majd a gálaműsor, amelyre mindenkit szeretettel várunk. A gálaműsorban a tatabányai nemzetiségi csoportok mellett tárkányi és görög vendégek is bemutatkoznak a közönség előtt. A rendezvény ideje alatt, illetve másnap vasárnapig Európa Cept elnevezésű bélyek bemutatóval várják az érdeklődőket. Azt hiszem, hogy nem csak a bélyek kedvelők, hanem minden érdeklődött vonzani fog a kiállításunk, mert mindenféle magyarázatokkal is ellátja a bélyeket. Az Európa Nap április 17-én szombaton délután 4 órától kezdődik Kertvárosban. A belépés díjtalan. Some girls only want one thing. Eyes down. Look sad. Indian bride never smiles. You ruin the bloody video. Mi van, ha 18 vagy imádott Beckhamet, és úgy meg tudod csavarni a labdát, mint ő? Dióhéjban erről szól a Csavard be, mint Beckham című angol vígjáték, amit a Jászai Mari Színház Népház filmklubja tűzött műsorára. A közel 2 órás 2002-es produkció fő témája a sport és a szerelem. A sport témájú filmek a küzdelemről szólnak. Most mi van akkor, hogyha a focival történetesen nem férfiak, hanem nők foglalkoznak, ráadásul esetleg nem is angol, hanem indiai az illető. Küzdelem a sportban, küzdelem az életben, és mindez 18 éves kor környékén, amikor még férfiak is megjelennek, úgyhogy küzdelem a nemek között. Csavard be, mint Beckham. A filmet, amelyet a többi között a New Yorki filmkritikusok 2000-ben közönségdíjjal tüntették ki, április 23-án pénteken 17 órától vetítik a filmklubban. A mai játékunk kérdése a következő: mit jelent a Lárpú Lárt szó? A helyes válaszokat a képernyőn látható telefonszámra várjuk. Jó játékot kívánok, egy hét múlva újra találkozunk, viszontlátásra! Kedves nézők, várjuk tehát megfejtéseiket az 511-385-ös üzenetrögzítős telefonszámon. Kérjük, ne felejtsék el nevüket és telefonszámokat rámondani a szalagra, mert a jegyeket csak így tudjuk kedden délben kisorsolni.
Nyerteseink két belépőt vehetnek át a Lárpur Lár társulat április 23-ai pénteki előadására a Közművelődés házába. A nevüket pedig képújságunkban olvashatják kedden déltől. A jegyeket majd itt a TKTV szerkesztőségében vehetik át. Most pedig egy kis reklámmal megszakítjuk műsorunkat, de kérem, félretéve a tréfát, ne menjenek ki. A következő bejátszás ugyanis a reklámokról fog szólni. Több európai ország után Tatabányára is eljutott a német reklámkiállítás, amely 150 év reklámtermését, mint gazdaság és kultúrtörténelem mutatja be. A német császárság, a Weimari köztársaság és a náci propaganda korunk média forradalmáig vezeti a nézőt. A kiállítás apropóján a reklám magyar kultúrában betöltött szerepéről is beszélgetett munkatársunk, Sas Istvánnal, aki több oldalról is látja, merre fejlődik tovább ez a szakma. A reklámok egyre inkább szimbólumokat alkotnak és árulnak, nem kézzelfogható tárgyakat, árucikkeket. A német reklámtörténet egyben az európai fogyasztási kultúra és a magyar gazdaság akkori helyzetelemzését is jelenti. Az arany 20-as években a reklám olyan virágzást élt át, mint azóta sohasem. Az alkalmazott líra, tehát a reklámszöveg írója büszkén vallotta magáénak a rímelő sorokat. Olyan művészek nevezték saját foglalkozásuknak a plakátok szövegezését, mint Erik Kästner vagy hazai szakmatársa Karinti Frigyes. Utóbbi írótól származik a Mondja marha, miért oly bús, újra itt a jó ponthús eredetie. Ki ne emlékezne a középkorosztályból az állami típuscipőre, melyből volt egy férfi, egy női és egy gyermek változat. Azóta viszont ki sem látszunk a kínálatból. A nézők, olvasók, hallgatók több mint fele kifejezetten kerüli a reklámokat. A legtöbb ember az nem úgy kell fel reggel, hogy na, amit fognak nekem eladni. A legtöbbször a reklámok váratlanul nem odaillő időpontba hullanak ránk. Hát ha én festetni akarok holnap, akkor persze megnézem, hogy milyen festékeket árulnak, de egy évben nagyon ritkán akarok festetni, tehát akkor a festék reklámot látok, az tolakodni fog. Na most ezt a tolakodást megbocsátandó kell kedvességgel, humorral, szórakoztató hatásokkal azoknak is a kedvébe járnak, hogy nem feltétlenül erre kíváncsiak éppen. Egy-egy kor hangulatát, félelmeit a reklámok mutatják meg a legtisztábban, vallja a szakember, aki szerint a reklám alkotás, ami megállítja az embert. A létélmény, az öröm, a rózsaszínű felhők mögött elhomályosul maga a termék. Vagy ez is szándékos? Merre tud még fejlődni a reklám? Most kezdődik az igazi élet, hogyha van elég bátorság a hazai reklámosokban, akkor meg fogják találni ennek az útját, ennek számos jele látszik már. Bátorság kell hozzá, könnyedség kell hozzá, meg kell, hogy találják. Azt is elmondom, hogy miért most van a lehetőség. Itt nagyon ellentmondásosnak tűnik, hogy ugye a verseny egyre nagyobb, a szabályok, a beskatujázás egyre nagyobb kényszert jelent. Ugyanakkor a termékek nyomulása egyre nagyobb, tehát nagyon sok hasonló termék van a piacon. Na most ez a kényszer fogja megoldani azt, hogy igenis lesznek különleges ötletek, ugyanis ma már annyira egyformák az áruk, hogy nem lehet őket megkülönböztetni a tulajdonságaik alapján. Ennek vége ennek a korszaknak. Két autó, ami nagyjából ugyanabban a kategóriában van, az annyira hasonlít egymáshoz, hogy abban már nem találunk olyan értéket, amiben azok különböznek. Van benne kormány, meg fék, meg ilyen fölfúvódó, meg van ABS fék, nagyjából ugyanaz mindegyik, legfeljebb a kárpit egy kicsit, ilyen marhasságok. Tehát most van a feladat a kreatívok számára, hogy találjanak ki olyan pillanatnyi, emberi, finom, jópofa ötleteket, amivel igazából meg tudják ezeket a márkákat különböztetni egymástól. 13. alkalommal rendezték meg a Közművelődés házában a Vörös Sándor gyermekszínjátszó találkozót, melyen 13 társulat szerepelt.
A megye legügyesebb kis színészeit szakértő zsűri értékelte, és megállapíthatta, a mai fiatalság nem restel szerepet tanulni, jelmezt varni, díszletet építeni és színpadra állni. A találkozón a négyszögletű kerekerdő fái között kiderült, az itt megjelent fiatalokkal a jövőben akár felnőtt színészként is találkozhatunk. Karikaországban, a Székelyföldön, Mici Mackó kuckójában, Karinti világában és a négyszögletű kerekerdőben is jártak azok a fiatalok, akik részt vettek a 13. Vörös Sándor gyermekszínjátszó találkozó megyei döntőjében. A 13-on 13 csoport mutatkozott be, ráadásul pénteken, szerencsére azonban a Babona nem tette rá bélyegét a produkciókra. Mindenki ír egy verset, és a végén eldöntitek te, meg Maminti, hogy ki kapja az első díjat. A közművelődés háza színház termében a tanár Bognár Istvánné és a két rendező Lengyel Pál, valamint Nagy Miklós szeme láttára kiváló darabokat mutattak be a fiatalok. Érdekes volt a Dózsa György általános iskola harmadik osztályosainak költői versenye a négyszögletű kerekerdőből, és hogy Lázár Ervin mennyire népszerű. Nos, a versenyen aranyminősítést nyert Prolog színpad fiataljai is, Dömdödömöt és társait, a fájós fogú Bruckner Siegfriedet, Aromót és a többieket személyesítették meg a maguk módján a deszkákon. Nem oda, hogy aztán úgy jöjjön. Na, így mi? Nem játszani félni. Kell. Azt, hogy ennek pedagógiai, pszichológiai szempontjai ugyanúgy vannak, mint esztétikaiak. Na most ezeket mindet össze kell rakni. És a gyerekszínjátszás az iskolai körű, vagy az azon túli és szabad idejükben, akik ezzel foglalkoznak, az pedig mondjuk művelődési szempontból érdekes. Le a kalappal azok előtt, akik nem a komputerrel töltik az idejüket, nem tudom én mivel, hanem szövegeket tanulnak, helyzetekben próbálják ki magukat, díszletet építenek, jelmezeket fabrikálnak, és így tovább, és így tovább. Igen, az mindenképpen örömteli, hogy a ma fiatalsága nem restel szöveget tanulni, jelmezt varni és díszletet építeni. Ugyanakkor picit furcsa, hogy a gyerekek akkor olvastak először a Szörnyeteg Lajos és a Pomogácsok rettegte négyszögletű kerekerdőről, amikor a szöveget tanulták az előadáshoz. Amikor gyerekkorodban olvastad például ezt a könyvet, akkor gondoltad-e, hogy valamikor el fogod játszani? Nem olvastam gyerekkoromban ezt a könyvet, bevallom. Nem volt meg nekem ez a könyv, nem is tudtam gyerekkoromban szerintem, hogy van ez a kerekerdő. Igen. És milyen élmény volt ebben játszani? Még akkor is, hogyha egy milyen primört kellett játszani. Igen, igen. De nekem nagyon tetszett. Nagyon élveztem. Nagyon jók a szövegek benne. Nem tudom, nagyon szerettem. Lehet vinni ettől feljebb valamire? Persze, persze. Lehet. Ennél már csak jobb lehet szerintem. Én nem olvastam szintén, én mesébe láttam. És ott is a Bruckner Siegfried volt a numberben. Hogy érezted magad ebben a szerepben? Imádom. Egyszerűen. Szóval úgy bele tudtam helyezkedni a szerepbe. Hát igen, az látható volt. És a fogorvosa hogy állunk? Hát nem szeretem. Mindig kifúrja a fogamat. Bár már nincs is benne. A darabban vagy? Nem, a darabban nem szeretem, de amúgy mindegy. Mosok fog az amúgy. Azt mutatom, hogy igazad, hogy kirúgj! Nem, 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 nem! Na,
Bennünk ez van, a gyerekekben, meg én bennem. Még én, amikor nagyon-nagyon régen, én halvány emlékeim vannak arról, amikor a televízióban láttam, mondjuk azt szerintem azért is teljesen más, mert felnőttek játsszák. Tehát nyilván a felnőttek másként látnak dolgokat, mint a gyerekek. Én, ezek a gyerekek így tudják eljátszani, vagy ők ezt gondolják ezekről a figurákról, mert azért nyilván irányítja az ember őket valamilyen szinten, de azért hagyom őket kibontakozni, ami ő bennük van, hogy szerintem meg nem egy idomítás dolognak kell lenni, hogy azt kell csináljuk, amit én mondom, hanem mondok nekik én is valamit, ők hozzáteszik azt, amilyenek ők, meg amit ők gondolnak, és akkor ebből most ez jött ki. Mennyi ideig tanulták ezt? Másfél hónapig tanultuk körülbelül, másfél hónapig. És elégedett volt az előadása? Mindig vannak hibák, ugye az ember, aki belelát, és már sokat szor látja, mindig látja a hibákat. Most is voltak természetesen, de mindig vannak, én azt gondolom, de elégedett vagyok, igen, gyerekekkel meg vagyok elégedett. Nekem azt tűnt fel, bocs, hogy jók a jelenetek, jók a díszletek, jó volt a szereplés, és az a piros pöttyös labda, az nagyon tuti volt, szóval hát nem tudom, hogy lehetett találni. Mondjam, hogy jól vett Tesco-ban vettük a piros pöttyös labdát, úgy gondoltuk, hogy ez úgy illik dömdödömhöz. Valami úgy még nem stimmelt, a géz is érezte, és akkor meghoztuk a labdát, akkor úgy helyére került egy-két dolog rögtön. Tehát ez egy jó választás volt. És természetesen jó választás volt a 13. Vörös Sándor gyermekszínjátszó találkozó, ahol a tatabányaiak mellett tataiak, súriak és naszáiak is itt voltak. Érdekes volt, a Poroszlai Sándor tanította enyhe értelmi fogyatékos gyerekek előadása, és ugyanilyen érdekes volt valamennyi bemutató, mert ezek a gyerekek itt több mint 200-an adtak egy szeletet a színházból, és ha minden jól alakul, jó ideig a deszkákon is maradhatnak. Ehhez adhat alkotói lendületet a találkozó minősítési rendszere. A 13 csoport közül 4 bronz, 1 ezüst és 2 arany minősítést adományozott a zsűri, és ez azt jelenti, hogy a legjobbak a Váci területi színházi parádén is közönség elé állhatnak. Ez volt a Belső Tükör április 16-án. Köszönöm figyelmüket! Új műsorral legközelebb egy hét múlva, pénteken este 8 órakor jelentkezünk. Ezt a mai műsort hétfőn délelőtt 9 órától megismételjük. Hétfőn este 8 órától jó estét Tatabánya, kedden este pedig Sportmagazin itt a TKTV-ben. Még egyszer köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra, jó éjszakát kívánok! A Belső Tükör fő támogatója az Országos Rádió és Televízió Testület. A műsorvezető frizuráját Barkóczi Renáta készíti, aki L'Oréal termékekkel ápolja vendégei haját. A sminkről Zömbik Andrea és a Flóra Kozmetika gondoskodik.